Nagyon sok szeretettel köszöntöm tévénézőket, ez itt a VSR Formula Masters második állomása. Én Dani Bálint vagyok, itt van velem Pincés Ádám és operatőrünk Fáj Antal ezúttal. Hát szia Ádám először is! Halló, sziasztok! Ugye két héttel ezelőtt volt a szezonnyitó Barcelonában, amit sajnálatos módon technikai okok miatt nem tudtunk leadni nektek. Mikrofonom most már elvileg rendben van, teljes egészében. És ugye mivel már volt egy forduló, ezért van egy aktuális pontállásunk, amit Ádám fog ismertetni nektek. Nos, Csuti Zoltán vezet 151 ponttal, mögötte Soboris Péter 150 ponttal, itt azért elég szoros. Mögöttük Gályár Balázs 3. helyen 143 ponttal, 4. Nagy Dávid 124 ponttal, és itt is egy szoros eredmény. Szűcs Máté az 5. 143 ponttal, a csapatoknál pedig a Raider Racing Team vezet 227 ponttal, a második a Metro G Racing 213 ponttal, a harmadik a BRM SNB 210 ponttal. Így igaz, tehát az első forduló után így néz ki, ahogy azt Ádám említett, már a bajnokság. Nézzük Csuti Zoltánt, az aki jelenleg az első helyen van rangsorolva a számítógép szerint. Az első szektorban elég jó kört rakott össze. Ugye ez még csak a bemelegítő edzés, senki ne ijedjen meg. Még nem a kvalifikációnál tartunk. És ha már kvalifikáció, akkor érdemes megemlíteni, hogy 15 perces lesz majd időmérő edzés. Ez alatt kell a lehető legjobb kört összerakniuk a pilótáknak. Majd pedig jön a két verseny. Ugye az első forduló hiánya miatt azért mondom el ezeket a dolgokat, hogy minden úgy néz, hogy tisztában legyen ezekkel a dolgokkal. És ugye a B szerveren vagyunk 9-en, az A szerver, amit most láttok, ott pedig 26 fő, ami elég szép szám. És a B-szerveren ott van Bádi Gergő is, aki most már úgy tudta intézni a dolgait, hogy ellátogathasson ide a háromai versenypályára, úgyhogy Bádi megkezdi majd a szezonját egy elég nagy hátrányból. De volt szerencsém végigkövetni itt a tesztelését, és hát Bádi iszonyatosan gyors. Hát igen, tőle ezt megszokhattuk. Itt van. Aki még nagyon gyors, a Subarics Péter. Mutassuk a Subaricsot is egy kicsit. Úgyhogy tőle is lehet majd várni egy jó eredményt ezen a versenyét végén. Csuti Zoltán, aki vezet. Egy ponttal mindössze. De őt is érdemes megemlíteni, mivel ő, ha jól tudom, újonc a VSR-be. Csuti Zoli. Igen. Nem. Már Csuti a régi motoros. Ja, akkor én lemaradtam. Igen. Na és akkor most áttette a program időmérőre, és akkor meg is kezdődik majd a 15 perces időmérő száraz körülmények között. Ez fontos megemlíteni, ugye itt a rész 27-ben változó időjárás. Lehetséges. 6. helyen Szűcs Máté fogja elég valószínűleg megkezdeni az időmérőt, legalábbis box utcámból jöjjünk ki elsőnek. Ezt a Mike derül elenged-e valakit vagy sem. Így igaz, és ugye gyorsan itt elmondom az elején, amik van rá idő, hogy ugye a második fordulónál tartunk, tehát továbbra is várjuk a jelentkezőket, akik úgy érzik, hogy megmérettetnének, mindössze a rész 07 játékra van szükségetek. Ha ki szeretnétek magatokat próbálni, van lehetőség csatlakozni a vsr.hu oldalon. Minden információt megtaláltok, illetve a fórumban keresgélhettek még infókat. A pálya ugye Jarama,
ahogy ez már a Seattnál is volt, egy héttel ezelőtt, Death Note Eurocup sorozatban. Igen, elég nehéz pálya. Igen, tempós, viszont vannak benne ugye természetesen lassú kanyarok is. És ezekkel az autókkal nagyon szenvedtek a srácok az elején. Ugye mondtam, hogy a tesztet is figyeltem valamennyire. És hát nagyon a Shakenbake-esek, vélem Shakenbake csapat eléggé szenvedett. Igen, nagyok a rázókövek is, és formula autóknál ez annyira nem jön be. A nagy és nagyot dobó rázókövek. Így van, körülbelül olyan 1.24 vége, 1.24 közepe lesz az, ami elvárható lenne ott a top 5-től, aztán lehet, hogy valaki húzza egy nagyot és akár 23-ba is benéz, de erre kevés esélyt látok. Nézzük Szűcs Mátét, hogy hogyan kell abszolválni ezt a pályát. Itt egy nagyobb visszafordító, majd jön egy nagyon lassú visszafordító, amit szél... igen, szépen megvan. Itt jön aztán egy tempó balos, ahol hamar kidobhat a rázókőre, ha nem figyelünk. Majd itt egy gyorsabb rész, gyorsabb kanyarok, és itt kell majd egy nagyot fékezni, pont a rázókövön. Vagy meg megpróbálni azon kívül is, akkor nem biztos, hogy megáll. És itt jön egy nagyon vicces kanyar, itt hamar eldobhatja az ember. És ez a féktáv, ahol Szűcs Máté is itt látni megcsúszott. Ez is nagyon, nagyon nehéz féktávot. Nagyon nehéz féktávot venni, és itt jön az utolsó kanyar, ami egy tempó jobbos. És itt a cél egyenes. Olyan rossz idő azért nem lesz ez. Hát egy 1.25.7. Ez sikerül. Mindenképpen jó Szűcs Mátétól. Szabó Gábor a második 1.26.0-val. Harmadik helyen... Hopp, nem. Igen, csak nem frissű. Gályár Balázs már az első 1.25.6-tal. Harmadik Kajdi Gábor, 1.25.8-al. Szabó Gábor, negyedik. Hopp, már az ötödik meccs uti jött egy 1.24.6-ot. Igen, hogy záporoznak az idők. Mindenki az első mérkőrét fejezi lassan be. 18. helyen Nagy Dávid a PRM Fortnite-ból csapat képviseletében egész ugye az alszerveren. 3.10-es hátrányban van jelenleg Dávid, bár az első szektorban jobb volt jelenleg vezetőnél. Hogyha látsz valaki gyorsabbat, Ádám, akkor nyugodtan mondjad. Egyelőre nem. Legalábbis a kis programom nem jelzi, hogy valaki jobb lenne csutizoltánál. Közben Suborics Péter feljött a második helyre egy 25-öttel. Hát neki is 9-10-es lemaradása van. Na és Nagy Dávid. 1.25.2. Feljött a második helyre. Szűcs Máté is javított 1.25.4. Elég szorosott Suborics és Szűcs Máté között. Igen, egyébként a pilóták mondták nekem, hogy többeknél olyan lesz majd megfigyelhető, hogy nem az első, hanem inkább a második, vagy akár a harmadik miatt körül lesz a leggyorsabb. Gumikopás eléggé alacsony ezen a pályán. Nem nagyon akar kopni a gumi. Hát szeretne, ez pont máshogy volt. Így van. Nagyon kapott. Nagy Dávid javító, közben Sobor is jött egy 1.25.0. Nagy Dávid 4/10-re van Csuti Zoltántól, és így még 2/10 javítása van. Utolsó kanyarban jön a harmadik helyen. Mások tud-e javítani. Bár tudna is. Nem javít.
Csuti első helyen 75 ezred. De javít saját maga idején. Így is fél másodperces előnye van, Csuti Zoltán nagyon megy. Igen, nagyon érzi a pályát, meg ugye eleve ugye a Formula autót. És nézzük a második szektorban, tud-e? Majdnem két tized. Igen. Ezt is jól veszi. Nem, már nagyon nem lehet elrontani. Igen, az utolsó előtti kanyát, mint a kicsit elrontotta volna, de egyébként nem volt rossz. Talán még belefér. Ez jó idő lesz. 1.24.4. Így van, javított. Már 6 tizedes előnye van. Szűcs Máté az ötödik helyen érkezik a célvonalhoz. Neki se lesz túl. Nem. Annyira nem jó kör. Marad az ötödik. Igen, pedig az első szektorban jobb. Jobbak szoktak lenni, mint Csuti. Legalábbis saját maguk szektorainál sokkal jobban mennek az első szektorban. Látszik a második szektor kicsit mumus mindenkire. Spitzmüller Richard is a 19. helyen jön egy időt. Nézzük, hogy előre tud-e jönni Spici. Nem, marad a 19. Úgyhogy folytassuk tovább a szemlélődést. Elég nagy különbségek vannak. Azért. Az első és az utolsó között 7 másodperc van, ami azért nagyon sok. Nagyon sok, így van. Egyébként nem nagyon tűnik úgy, hogy meg tudják szorongatni Csutit. Igen. Csuti nagyon érzi. Nagyon jó belőtte. Több mint 6 tized. Csupán az első 4 van egy másodpercen belül, ami azért mindenképpen figyelemre méltó. Csuti, Suborics, Nagy és Rós. Igen, és Csuti tudná növelni. Tudná növelni így az előnyét, ha most megnyerné. Akár mind a két versenyt. Na, de ez azért még korai nagyon, csak... Igen, de hát már most ha az... mondjuk egy körön még jó lehet, csak kiderül, hogyha versenyen. Utolsó körökben mit alakott? Suborics Péter 160 ezredre van az első szektorban magához képest, aztán egy kicsit megcsúszik, de lehet, hogy így lesz jó, mert jó szélesen tudott ráfordulni a következő kanyarra. Csak előtte van egy sárga autó. Ez a vész már eltűnt. Nézzük a középső szektor. Már 4 tized. Az még jó lehet második helyre bőven. Meg tudná tartani. Majd Dávid a negyedik helyen érkezik a célvonalhoz majd. Már a célegyenesre ráfordult. Elrontja Suborics. Majd Dávidnak pedig nem lesz egy jó köre. Mássuk Suborics idejét, nem. Az nem lesz meg, ez itt... Ez itt nem. Igen, az utolsó előtti kanyát elrontotta. Nagyon csúnyán. Akkor talán jönnek az utolsó rohamok, hiszen 4,5 perc van hátra. Szűcs is most kezd meg egy újabb kört.
sorban érkeznek ki a pilóták boxból. Kajdik Archie a 9. helyen, nézzük őt. Igen, a pálya egyik legtrükkösebb részéhez, mert a szállt az kicsit érdekesebb volt. Igen, ott... komoly volt, néha megcsúszott, eléggé. A rázókövön főkeztünk. Hát az még jól lehet. Jól lehet, persze. Én nagyobb az űrök, ezt jól megmondtam. Jó, nagy az űr az a pilóták között, az időtáblázatban. Ő is elmondja kicsit az utolsó előtti kanyar, de hát nem tudom. Jó lehet, jó volt az szerintem. Mindjárt kiderül, hogy kicsit Kajdi milyen körtön. Kicsit ellenkormányzott. Lehet annyira nem volt egészséges a körének. De hát nem. Elsővel biztos nem lesz meg, viszont jövő két helyet. Igen, hetedik lett, egy 25-5. Hát inkább 6. De kétszer. Rós Andris jött fel. Soborics és Rós között mindössze 31 ezred van. Van még 3 percük, tehát még egy mérkőr tudnak jönni. Hát talán 2-t is a gép engedi. Hát annyit nem szokott engedni a részfogalait szerintem. Egyre biztos lesz még idejük a srácoknak. Jelenlegi állás tehát, hogy a 10 játékot megelőzően Csúti Zoltán, az első helyen van jelenleg, aztán Rós. Kérdőt keresztbe állnak. Talán szív is lesz, vagy Szűcs máshol jár. Szóval Rós, aztán Suborics, Nagy Dávid, Szűcs Máté, Molnár Dániel, Kajdi Károly, Gáj Tamás, Gájár Balázs és Kocko Ákos a 10. Gáj Tamás érkezik a 8. helyen a mérőponthoz, de nagyon nagy a hátránya, úgyhogy nézzük Gájár Balázst talán. Levezető van igen, szerintem. Igen. Mert hogy most ide, hogy kimondtam és ráváltottam, hogy lassítod. Itt nézzünk. Rós Andrés is egy másodpercre van a második helyen, úgyhogy eldőlni látszik ez a küzdelem, bár még van 1.40, tehát még egy körbe tudnak fejezni. Tehát még most egy ilyen lassúbb felvezető kör úgymond, amit már mér a játék, de ez felvezető kör lesz Rósnak például, vagy Suboricsnak, ahogy láthatjuk, illetve Nagy Dávid is ezek azért pilóták közé tartozik, és akkor most kell majd nagyon észnél lenni, hogy ki van jó körön, így az utolsó körében. Nézzük ezt a Nagy Dávidot. 3-10 az első szektorban, Suboricsnál 2, közöttük ilyen Rós, 1/10, és még meg fog kezdeni egy kört a biztonság kedvéért. Szűcs Mátének nem lesz több mérköre, vagy Kajdinak se, és a Mihálynak. Molnár Dani a 6. helyen érkezik a 2. mérőponthoz. Nem tűnik túl a célosnak, 4/10, mert ez nem rossz. Igen, az még. Kicsit megdobja rá az okő, de nagyjából jó volt. Nézzük az utolsó előtti kanyart, ami mindenkinek humos. Szépen éven tartja, szép volt. A kicsit beblokkolt a kerék, de hát az alap. Nagyjából mindenkinél lehet látni a blokkolásokat. És akkor lássuk. Igen, már padlógázom megy. Nem lesz meg neki, viszont javított, a 4. helyre előre jött, nézzük Suboricsot. Ő nem tudott javítani. Nézzük Róst. Rós jön még, igen. Se fog. És így Csutinak sem kell befejezni a mérkőrét. Gálvás érkezik még, 9. marad. És teszi egyből. Pedig így is igen, egész jó volt. Igen, 7-10 volt csak a hátránya. Viszont akkor így kialakult az első futam rajtsorrendje. Csuti Zoltán nyerte meg
a háromai versenyét végett. Időmérő edzését Rós András előtt, Csuborics Péter és Molnár Dániel várják majd a második sorból a küzdelmeket, pedig majd jövünk vissza egy rövid reklámszünet után az első versennyel.
Nos, vissza is tértünk a reklámból. Még mindig a VSR Formula Masters. És következik az időmérő edzés után első verseny, amit majd Csuti Zoltán kezdhet meg a pole pozícióból. Így van. Na te kérlek tippálsz. Hoppá, Szabó Gábor lelépett, vagy kifagyott a szerver. Nem hiszem, hogy lelépett volna magától. Igen. Lekifagyott szerintem. Nem, sőt, elég valószínű. Na, te kire tippelsz? Ki fog hát, nyerni? Egy nehéz kérdés, nagyon. Én Suborics Péter nevét mondanám. Én akkor Csuti Zoltánt mondom. Meglátjuk majd. Ebben mindig én vagyok a jobb, szóval... Így van, ez... Bízok már a BTTC szezon alatt is kiderült, hogy... Tippelésben nem vagyok otthon. Rajt nagyon fontos lesz majd. Elég hosszú az út az első kanyarig. Több pozíciót is lehet majd bukni, hogyha valaki nagyon beragad. A Rós be tudna menni a Csuti mellé, akkor ővé lenne a jobb év. Na, de nézzük a lámpákat közben. Piros lámpák már érkeznek, és most megkapják a zöld jelzést is. Csuti szépen jött el, Rósról ez már nem mondható el. Suborics viszont nagyszerűen rajtolt. A Rós van kedvező pozícióban, kicsit összeérnek az élen adó Csutival, aki megtartja a pozícióját. Rósnak viszont aggódnia kell továbbra is, mert Suborics ott van mellette. És már el is ment Suborics Péter Rós András mellett, és közben ott érkezik meg Molnár Dániel is. Iszonyatos kamikáze akcióval. Molnár visszacsúszott a 20. hely körülre. Igen, a 20. Sőt, már 21. Gályák Balázs óriásit rajtolt a 9. helyről, az 5. helyen van Brian. Valamint Fockó Ákos is gyönyörű rajtolt. Szépen előre jöttek ők ketten. Ok, csak most nagyon kilökjék egymást. Nálestel Csuti, Suborics, Rós, Nagy, Fockó és Gályár itt vagyunk. 5.-6. helyen. Moszkó kicsit lecsúszott. Áj, keresztbe áll, lecsúszott az autója a Gályár Balázs. Megtámasztott oldalról, így viszont ő bajba került. Kajdi érkezik meg Gályár mellé. Közben Szűcs. Szerintem aki megcsúszott Kajdék mögött, és most nagyon visszacsúszott. 21. helyre. Szűcs meg nagyon eltűnt. Kajdi nem tud előzni, külsőiben Gályár legyorsulta. Másik beállításuk a... szerintem nagyon... Hoppa, jaj, Goldstein! Az betette. Még elég rendes féktávot vett. Igen, és majdnem sikerült is neki. A Goldstein elég Kajdi Károly mellett. A 8. helyen lévő Goldstein, hogy tud előzni. Úgy néz ki, igen, megvan neki. Igen, Kajdi figyelt rá, nagyon, nagyon adott neki elég sok helyet. Szép volt. És Rós nagyon ellógtak, Nagy Dávid pedig kezdi lassan szorongatni Suborics Péter. Igen, nagyon közel vannak egymáshoz. Nagy Dávid egy tizeddel jobb volt. Suborics. Szerintem nézzük ezt a negyedik helyen lévőt, mert... Igen, nem cél... izgalmasabb, talán. Igen, célegyenes, mert hát... Talán... Szélárnyék. Már nem tudom, hogy mennyire van megoldva most itt a szélárnyék. Egész jó a Formula Masters-nél a szélárnyék, a szádban nagyon rossz. Mondják igen. Többen, itt azért 20 rendesen, de nem eleget. Mint láthatjuk. Suboricsnek mondjuk leér az alja.
Vagy nem tudom, valamilyen szikrázik. Nagyobb sebességnél már. Az autó alja. Lehet, hogy alacsony beállítás választott. 16-án Idős György, 17-án Mihály Tamás, az akik küzdenek egymással. Idős belül, Mihály kívül. Idős befért még Mihály elé éppen, hogy. Na de ugorjunk vissza. Közben már van három késünk is, Komlósi Péter, Rózsa Tamás és Szűcs Máté, plusz ugye Szabó Gábor, ő nagy probléma miatt épett ki valószínűleg. Nézzük Gáer Balázs és Fockó Ákos küzdelmét az 5.-6. helyen. Gáer továbbra sem akar leszakadni Fockóról. Megszólalni. Igen, ezt egyébként megfigyeltem. Mindig amikor ide kapcsolunk, akkor mindig eltávolodnak. Gályának nagyon más beállítása van talán. Az egyenesben jócskán felzárkózott rá, szélárnyék ide vagy oda. Szerintem Gályának az egyenesben jobb az autója. Igen, csak ez a baj, itt azért nincs sok egyenes, mert a technikás része kellene inkább setupot belőni, de hát Gájár tudja, hogy milyen setupot akar, hát hogy neki ez fekszik. Molnár Dániel a 9. helyen, 10. helyen pedig Goldstein Erik hátul támadja elég erősen Molnárt. És maradtam itt a 6. helyen még. Eléggé közel vannak egymáshoz. Akkor ugorjunk vissza. Na, cél egyenes végén, ha nem szakad le Gályár, akkor meg lehetne próbálni. Így van, most ez az utolsó előtti kanyart kéne valahogy úgy összerakni a Gályárnak, hogy Fockónak elrontania, hogy ott tudjon maradni viszonylag közel, de megint nem sikerül. De igen. Érdemesen kivizeleznie. Hát talán, nem. Megint nem tud majd feljönni. Csak az egyenes végén tud már csak kicsit közelebb kerülni. Hát igen, ez most a hibák játéka lesz. Hibázik először. Elég könnyű egyébként hibázni ezen a pályán ezzel az autóval. Nagyon sokat csúszkáltam, ahogy már említettem. Igen. Majd elvittem, ne szakadj Csuborics Péterről. Nagyon beállt egy különbség az első négy között. Ugye az 5.-6. hely az, ami a legkicsekedőbb számunkra. Bájának valahol itt kéne megpróbálnia. Aztán úgy látszik a célegyenesre mindig elhúz. Fockó. Úgy látszik, az utolsó előtti kanyar az nagyon fekszik Ákosnak. Igen, illetve hát jól is csinálja, amit csinál Ákos, hiszen hiába van itt közel Gályár, az arra az utolsó előtti kanyarra, ami most következik, arra koncentrál Fockó, akkor megérti a kalapját Gályár. De most talán most is messze van szerintem. Igen, most talán kicsivel közelebb van mint előző körbe, de még ez se lesz elég. Hát, hogy Ákosnak lepörög a motorja, és azért jön fel a végére, Gájár. Elképzelhetőnek tartom. Lehet, hogy pont a végén forog le Ákosnak, és azért jön fel. Azért kéne közel maradni a Gájárnak. 9. helyen Müller Péter és Molnár Daniel. Molnár most előzte meg Müllert a 8. helyen. Molnár Daniel a kezdeti hiba után szépen zárkózik föl. Még a hideg fékekkel az elején volt egy elég öngyilkos manővere, amivel azért másokat is, Szűcs Mátét is ölötte ki, ha jól emlékszem.
így is hátra került. Nem tudom, nem hiszem, hogy szerintem a visszafordítónál csúszott ki. Ennél, ami most fog majd következni. De nem biztos, mert én sem nem tudom. Akkor nézzük már a hetedik helyet, mert mondjuk Kajdi Károlyt. De nagyon közel van Gályár Balázshoz. Már hamar kihúzódik Kajdi, ez nem biztos, hogy a legjobb ötlet. Amint kihúzódik, elfogy a sebesség különbsége. Kajdinak talán azt kéne megpróbálni, hogy végig bent marad Gályár mögött. Akkor majd féktávon húzok ki az autóját. Elnézős, hogy kicsit csöndben maradtam, csak elkezdett nagyon laggolni az egész, és nem akartam beleszólni, hogy aztán nem nagyon laggoljon. Na, Kajdi továbbra is támadja Gályár Balázst, mint hogy megpróbálja itt megelőzni, nem itt még nem próbálja. Kajdi és Gályár is rutinos versenyzők. Tehát így Fockó ellépett. Úgyhogy Gályárnak a tükröt is kell figyelnie. Illetve most már inkább csak a tükröt kell figyelnie. Na nézzük, hogy most egy ütöt behúzza-e. Télárnyék. Én már nézem, felhúzza. De nem teszi be. Még messze volt. Állj, keresztbe is áll. Belső lehet hallani. Megtréfálta. Igen, most egyelőre jó a hangod. Nem, csak az a baj, nagyon laggó 10 másodpercenként mindig beáll. Nem tudom. Valahogy nem akar összejönni az idei évben ez a közvetítés sorozat. Összekapcsoljuk hátra, amíg Ádám itt szenved. Berényi Szabolcs támadja előtte lévő Spitzmüller Richardot. Berényi belül, Spitz pedig kívül most fordult a kocka, és Berényi kívülről megelőzheti Spitzmüller. De még nem jön össze neki. Ajajajaj! Az úgy sok volt, Spici megijedt egy kicsit. És érkezik néhány Tamás itt Berényi Szabolcs mögé. Ádám, közben tudsz nézni rá a körszámra, légy szíves. Próbálok. Na, akkor elsőt közben. Na itt nagyon összejött a buli, 12., 13., 14., 15. helyen. Már inkább most Illés György akciózik Mihályjal szemben, Mihály Tamással szemben. Ennek következtében Spitzmüller Richard is felért rá. Na nézzük, hogy a szélárnyékozásból kijön ki legjobban. Talán Mihály Tamás óriási rendülete, mint a DRS-en közelítené meg Berényit. Közben elvesztettük operatőr kollégát, illetve bocsánat, biztosan nem kommentáltam kollégát. Internet eddig bírta, úgy néz ki. Berényi visszajön, ne és kilöki Mihályt! Ojjajajaj! Nem figyel! Berényi. Úgyhogy elmentünk mellettük. Nagyon fél mezőny. De a 17. helyre jöttek vissza, hát igen, ez üntetendő lökés volt, véleményem szerint, de ezt majd a versenybírák eldönti. Közben a 6. helyen Gályár Balázs továbbra sem tud üdvőre jutott Ákossal szemben, Kajdi Károly pedig ugyanígy van Gályárral. Még 11 is
talán majd durván 12 perc van hátra az első futamból. Az állás továbbra is változatlan, az élen Csuki Zoltán maga biztosan vezet, közben visszajött Pincés Ádám, viszont a terverről ledobott Ádám, ahogy láttam. Második Rós András, harmadik Suborics Péter, negyedik Nagy Dávid, és Gájár Balázs megelőzte Pockót. Pockó valószínűleg hibázott, mert Kajdi és Molnár is elmentek mellette. Pockó Ákos visszacsúszik a 8. helyre. Egyébként olyan 9. helyenek, amikor utoljára néztem, nem tudom, hogy azt hallottam. Igen, már megnéztem, most néztem meg. 11 percük van még a srácoknak. 25 perc is a futamon körszámra megy. Rosszul mondtam. Na nézzük Kajdit, mert most már egy az egyben lemencselhetik Gájárral. Nem túlságosan ráment a rázóra. Rázóra, igen. Rázófőre. Kajdi Károly. Úgyhogy lemarad Gájárról. Hát sok régiókban pedig szétszakadtak a pilóták. Úgyhogy nézzük Kajdi és Gájár párharcát. Kajdit húzza a szélárnyék rendesen, most megpróbálja, így van. Keményen betette az autót az első kanyarba Kajdi. Gáján próbált az árnyelszöget, de ennyire tellett. Most viszont ő lesz jobb íven, ha rövidebben tud fékezni. Kajdi hagy neki elég helyet, és így Gáján Balázs visszazárkózik az 5. helyre. Nagyon szép, amit látunk. Látszik, hogy tisztelik egymást, figyelnek egymásra. Így kell ezt csinálni. Na megint ott van Kajdi, nagyon közel. Gájár egy kicsit elnézte a kanyart, véleményem szerint. Kajdi pedig megforog. Molnár elment mellette, Pockó is elfog. Ütköznek össze. Gorsten Erik pedig már messze van a 9. helyen, hogy Kajdi Károly a 8. pozícióba jön vissza. Hát és így minden reményen szállt, hogy egy izgalmas versenyt láthassunk. Bár hátul még Mihály Tamás magára talált, Fülő Ádámmal szemben. Nézzük őket. Nézzük itt Mihály Tamást, Bíró Ádámot. Mihály egy kicsit elfékezte a kanyar. Bíró lélegzett éppen jelölthöz jutott. Mihály pedig kezdheti előről azt a fájkolos munkát, amit eddig felépített. Manőverre elvesztette. Egyébként nem tudom, Rafa, lehet, hogy kicsit a mikrofonod mélyebb lett, amit nem úgy recseg, mint a két héten az előtt, de mélyebb lett. Jaj, ne ijesztegessél már. Na, most jó lett. Na, szuper. A frászt hozod rám. Hetente elromlik a mikrofonom, közben Nagy László érkezik meg Mihály Tamásra, miközben mint elfoglalkozva a mikrofonommal. És meg is előzi Nagy László Mihályt. Szép agresszív előzés volt, úgyhogy Nagy László fején a 15. hely. Kajdi pedig visszajött Pockó Ákosra. És már ott van a szélárnyékban. Hát ez Kajdi Károlyról szól ez a futam egyelőre, ami a közvetítést illeti. Nézzük, ott van belső íven, ott még pont egy autónyi helyet hagyott Pockó. Úgy néz ki, hogy megcsinálja az előzést Kajdi, így is van. Maga biztosan szépen megelőzte Pockó Ákost Kajdi, de Pockó visszajöhet. Kajdi fogja a belső ívet, jaj, Pockó elnézte a féktávot. Ájézném, ez nem volt szép. Ez nagyon csúnya volt. Nézzük, hogy Kajdi vissza tud-e jönni. Jön majd
Nézi Szabolcs. Ó, hát Kajdi Károly, nincs bal első kereke. Nem is nálam, így van. Kajdi Károly versenyének vége, ennyi volt. Szegény. Igen, jól ment. Ő nagyon jó ment most. Úgyhogy ezt bánhatja, illetve Fockó Ákos is majd gondolom büntetésben részesül, de hát ezt majd később megtudjuk. Úgyhogy így Golstein Erik jön föl a 8. pozícióba, Szécsi a 9. és mögött ott van Illés György, mutassuk őket. Szécsi elnézi a féktávot elég szépen, hogy Illés Györgynek rutin munka volt az előzés, de most védekezhet. Ott hagyja a belsőjét és Szécsi ki is használja ezt nagyon szépen. Viszont most Illés támadhat vissza. 5 perc 45 másodperccel a vége előtt. Nézzük Illést. Ez a végtempója. Kívülről körbe autóznál. Kicsi Szabolcsot, de hát olyan szépnek is van egy-két szava. Kívülről megérkezik Müller Péter. Kicsi pedig lecsúszik, úgyhogy Illésnek támadási felületet hagyott. Azt Müller Péter használja ki nagyon szépen. Illés lecsúszott a féktávon. Müller Péter kívülről megelőzi Illés Györgyöt, és ő a tizedik használ. Kicsi nem ilyen találja az Illet. Müller Péter kényszerességgel jön meg rá. Nézzük, hogy itt mi lesz. Mindig kettő kicsit szélesebb fordultak. De Illés is, és Lányi Tamás is megérkezett. Az végül egy négyes fogat itt összejött nagyon szépen, és Müller Péter hol akar előzni? Tehát nem hol, hanem hogyan? Rá is fázott a Illés vissza. Kicsit az agyomat. Kicsit egy kicsit ellógott tőlük. Kicsit, hogy Müller Péter tudja fékezni Illés Györgyöt. Lányi érkezik meg, hát hogy érkezett meg Lányi Tamás? Elég csúnyán elmész ő is a fékpávot. Utolom a kitagyosat. Valakulnál. Mondja a belső körben, rögtön, aztán valami. Itt nem akadott a azokban talált valami talált, akkor a mellőszik úr volt most. Köszönjük ezt. Nem ott volt. Na, itt hogy maradt az állam Szécsi 9, 10 és 10, 4 11. Nem tudom, hogy a Fázott, és Győr és Müller Péter kiközben maradnak. Olyan Balázsok, amit egy Müller között kiállnak. A pillanatban a döntő,
közöttünk. Rafa? Mondja bele. Nem most volt. Csak előbb nem rossz lett. Jól van, akkor tesz a technikai felelős. Mindjárt fel is jött, hogy szólják nekem. De most már megoldódott. Most már jó elvileg akkor megint. Nézzük Molnár Dániát akkor. Hiszen egyre közeledik továbbra is. Gályár Balázsra. Utolsó kör, most már tényleg. Zoltán az utolsó körét teljesíti, ahogy Rós is, és most már Molnárék is szépen lassan. Nézzük, hogy mit tud kezdeni Molnár Dániel. Gályár Balázsra most eléggé közel van, Dani. Itt még nem próbálkozik. Oj, Molnár! Nagyon szép lett volna, ahol megcsinálja az előzést, de nem jött neki össze, viszont nagyon agresszívan támad Molnár. Itt már nagyon közel van Gályárhoz, csak ki ne lökje. Itt próbálna meg nagyon belül fordulni, de a belső rázók tudunk létálta. Közben Rós Agnes, második helyen! Aztán előtt lesz a hetedik helyzet, 5 pont, és pedig minden bizonyban a 8-edik. Rafa? Mondja! Na, megint jó. Szuper! Szuper! Vaj, szólok, ha megint jó. Rendben, köszönöm szépen. Mert a két futam között valamit megpróbálok eszközölni. Éles György a 9-edik, Müller a 10-edik, Décsi, aztán Lányi, majd Mihály, Nagy, Berényi. Jönnek a többiek is. Hát egy eléggé unalmas futamból egy fantasztikus parádés befutó kerekedett ki. Spont erről már adok. Hát látod. Rósagrás nagyon komolyan csúszott ki az utolsó előtti kanyarban, amiről annyit beszéltünk. De vissza tudott jönni a negyedik helyre. És Csuti Zoltán megnyerte tehát, megint eltaláltad a tippet, az megint jó volt. És ami nagyon fontos, hogy Suborics meg tudta tartani a helyét Nagy Dáviddal szemben, így kevesebb pontot veszít Csutival szemben. Csuti viszont így is növeli az előnyét a pontversenyben már így az elején. Gályár Balázs pedig minden bizonyal megérkezik majd Nagy Dávid. Tücs Máté, aki már így az elején nagyot veszít. És akkor most fognak fordulni az első 8. Így van, én úgy tudom, hogy az első 8 helyezett fog fordulni.
Ez rövidesen kiderül. A Singbinbe aztán nem lehet beállítani több forgalmat. Minden bizonyan így van. Az első de 8 helyzet fog fordulni. Tehát a 8. helyzet Fockó Ákos fog majd full pozícióból rajtolni. De ezt rövidesen megerősítem. Időjárásról annyit, hogy továbbra is száraz körülmények uralkodnak itt Haremában. És ha minden igaz, 3-as hűtőt használnak. Legalábbis a legtöbbjük, mert még a Varmapon... Fockó Ákos a pozícióban. Varmapon mondta volna Dani, hogy mindenki lehetőleg 3-as hűtőt használjon. Igen, a füstölések miatt mondta ezt Molnár Dani, hiszen az eléggé zavaró, hogyha most felhőben kell autózni. Elég az esőben a vízfüggöny, hogyha van, nem kell még itt a füst is. Én meg sajnos nem tudok visszacsatlakozni. Ugye a maradsz hangmérnöknek ezen a verseny hétvégén úgy tűnik. Ja. És hát a legnagyobb vesztes Kajdi Károly a 20. helyről fog majd neki vágni minden bizonnyal. Kajdi Károlyt én személy szerint nagyon sajnálom tényleg, mert parádésan versenyzett az első futamon. Tehát összeakadtak Fockóval. Aki most a sors fura fintoraként az élről rajtol. Goldstein Erik lehet még egy nagy kérdőjel ott a második helyen, hogy mire lesz majd képes. Láthattuk, őt is nagyon agresszív volt az első futamon. Meglátjuk. Tehát Fockó, Goldstein, Gályár, Molnár, Rós, Nagy Dávid, Suborics és Csuti, ők fordultak. Tehát Illés és Müller, Péter. Ez a top 10 sorrendje tehát, és akkor a spanyol kör második helyszínének második futam a következő pillanatokon belül. Nézzük a lámpákat, megkapják a zöld jelzést, Kolsteng nagyon jól rajtolt, le is rajtolta már Fockó Ákost. Aki még szépen jött, a Suborics Péter, a 7. helyről már a 4. Hatalmasabb rajtoltnál, egy 8. helyen van csak. Tudod, hogy ez 5. helyig zárkodott előre. Kostán az Iván, majd Rós a második ülőszörtel előre, és Rós kiforgott ki Kostán a szemben és baleset. Ez nagyon jó szerencsés volt. Kostán előtt mert forgott elég szépen, de Balázs beszélt is. Helyik az első helyet, Rós a második, Suborics a harmadik, Mindenik, Mindenik, Csuti és ötödik. Na, szuper. Csaba ne kell szólják, és akkor ennyi, is. Erről van szó, Ádám, látod? Szűcs Máté a 7. Az nagyon szép. Ez mekkora rajt volt. Szűcs Máté a mezőny végéről. Na de nézzük itt az elejét, mert most már korán sem olyan unalmas itt az élen a küzdelem, mint az első futamon volt. Gályár talán az egyik legjobb védekező a mezőnyben, Suborics pedig a legagresszívabb támadó, ezt már a vérségfiókában megmutatta. Nézzük Suborics Pétert, hogy mit tud kezdeni Gályár Balázssal. Gályár terül befelé a forma elé, hogy Rós Andrész is megérkezhet. Na most hárman egymás mellett vannak, Suborics kicsit megnyeki Gályárt, hogy nem kicsúszott volna a Rósnak. És csak érkezik ott a negyedik helyen Rós mellett. Rós még a féktávon visszadudott vágni. Gályár céles válaszi, megérkezik rá Rós. Többet az első hétegyre van. Megjegyük annak, annyi szóval, hogy Suborics fentek a bukán a Gályárékban. És ez a mesterkörök megelőzi Rost, és Gályár. Már majdnem megjött Gályárban, hát akkor Molnár is nagy. Molnár Gályár, hát idők megvált a hatodik. Két Rost Andrást, hát idők megvált a Gályárban most, nem, itt már nem, viszont összeérnek.
Nem beszélsz. Na? Mondjuk kiforogni. Jó, meg én. Erről van szó. Bocskán Erik el is hagyta a szervert, volna Dániel pedig csak Zoltán támadja. Itt pedig már Rós mögött fordul. Első kő végén tehát. Olyan itt közben figyeljük az eseményeket, Nagy Dávid, Molnár Csuki és Rós. Molnár csúszik vele Rósan közben. Rós pozíciót is, már Szűcs Márkó van mellette. Rossz lesz most itt a belső időn, de Szűcs Márkó nem olyan zavarja, Nagy Dávid lecsúszik, és Szűcs Állán mellette, és Rós András is. Marics vezetnek, Gáján, és kielőtt aztán jön Molnár Dániel, Szűcs Márkó, Rós András, Nagy Dávid. Na? Beszél? Na? Beszélek. Na, most jó. Most jó, szuper. Hát elnézést kérek a ilyen kellemetlenségekért. Most tényleg nem akarjuk, hogy összejön ez a dolog. De tehát mi akarjuk, csak a technika nem. Na! Nincs már egy kicsit lecsúszott. De Rós most hátrafele figyelget Nagy Dávidra. Nézzük Szűcs Mártét az ötödik helyen. Ha megint többen lesznek egymás mellett érzésem szerint. Szűcs beszúr Molnár mellé. Kicsit meglök és Rós elmegy mind a kettő is mellett. És Nagy Dávid is odaér Molnár mellé. Már Szűcs Márté mellett fordul. Szűcs pedig hát érdekes manőverről, minden hátulról, hátsó kamera nézetből, minden esetre Rós András, a negyedik Molnár az ötödik. Nagy Dávid jön vissza Szűcs elé. És akkor kapcsoljon Gájára és Csukira, hiszen Csukinak nagyon hamar meg kéne előzni a Gáját ahhoz, hogy Sugaru Szumába eredhessen. És ez valószínűleg most nem is fog történni, hiszen Gájára rendkort és Csuki megelőzte őt, itt még Csuki a második megelőzte. Na, megint rossz. Jó. Most jó. De ezért lehet érteni, amit mondok. Igen, csak meg. Akkor jó. Gányár viszont nem akar leszakadni Csuti Zoltán mögül. Viszont érkezik majd meg rá Rós Andris lóhalálában. De ezért még odébb van, Gáját támadhatja majd Csutit. Na, kicsit csillapodtak a kedélyek, mondom én, aztán Rós Andris nálam laggol. Nálam Rós Andrisnak internet problémái vannak. De Rós Andrist kidobta a szervet, de rövidesen meggyőződhetünk ott a felső tájékán a képernyőnek legalábbis én, és akkor majd jelzem, hogy mi történt Rós Andrissal. Egy helyben pattog a pályán egyébként nálam. Úgyhogy Rós Andris kiesik innen. Molnár Dániel, Nagy Dávid, Szűcs Máté egyet előre jön, hogy mindenki más, és igen, Rós András ledobta a szervet. Szerintem. Nézzük Nagy Dávidot. A PRMFormula.hu csapat egyedül tagjaként van itt az A-szerveren, Vádi Gergő a B-szerverre kényszerült még, miután nem volt itt Barcelonában két héttel ezelőtt. Így neki is meg kell mászni természetesen a lépet. B-szerverről az ára. De itt van Nagy Dávid, és nagyon szépen szerepel egyelőre. Nézzük, hogy most meg tudja előzni Molnár. Ha már fogja a belső évet, kicsit keresztbe állt az autója, nem forgott meg.
szerencsére. Vajdi pedig a 9. helyen van már Fosztú mellett. Ott van előtt a bíró Ádám is. Ez a Kajdi karcsit, hogy mit tud művelni. Kicsit szélesen fordul Kajdi. Fosztónak támadási felület nyíltott. Megint megtolja Fosztó. Nézzük Kajdit, hogy az egyenesben mit tud kezdeni. Ellenfelével, az elején változott a helyzet, gyorsan ránézni, és akkor már 100%-ú földjéket koncentrálunk. Kockó is benézett Kajdi mellé, pillanatban hárman voltak egymás mellett. A bíró tartja a 8. helyet, nagyon szép van. Csupi Zoltán a 2. helyen. Nézzük Csupi Zoltán. Megérkezett Suborics Péterre. Suboricsnak védekeznie kell, húzódik belőle. Hogy kiváló külső jövőben nézzük a fékfávot, hogy hogyan sikerült neki. Becsapja Csupi Zoltán Suboricsot. Megvan neki az előzés. Nagyon szépen csinálta Csupi Zoltán. Suborics Péter pedig a 2. helyre kényszerült. Megállítjuk a támadó vonalát. Bonár Dániel pedig Szűcs Máté által visszakerül a 6. helyre, Szűcs megelőzte tisztán Bonár Dániel. De maradjunk itt az élen, hiszen itt mégiscsak az első erről szól a küzdelem. Nagyon komoly, amit ez a két ember művel egymásra. A bajnokság két, első két helyezettjét láthatjuk. Nem véletlen talán, hogy ők vannak az élen. Képen látható, hogy miért ők a legjobbak eddig. Na nézzük, Suborics ugyanúgy, mint az előző körben, megpróbál aláfordulni Csupi Zoltánnak, ugyanúgy, ahogy Csupi előzte meg őt annó. Ugyanaz a helyzet, hogy ki fogja fékezni, hogyha nem érnek össze, erre nagyon oda kell figyelni. De ugyanaz a történet az előző körben. Nézzük, hogy Nagy Dávid ékat talán. Már még várjuk ezt a kanyart, hiszen nagyon közel van Suborics. Hát ha ezt a pontot néztük ki, hogy megelőzzük Csupi. Nagy Dávid lemaradt Csupiről.
visszaváltunk a délre. Van továbbra is ugyanaz a helyzet. Zoltán továbbra is tartja pozícióját vezető helyét. Kubaricsal szemben nagyon szélesen fordult, csak én szerintem az a taktikája része, hogy így az egyenesben gyorsabb legyen valamivel, de a szélárnyéken elő sem tud menekülni. Suborics nincsen DRS, de különböző olyan tempóban különbsége érkezik meg kitűnögé. Most messzebb volt, csak az Zoltántól Suborics Péter, így nem tudott aláfordulni ellenfelének. Nem tud mit kezdeni csak az Zoltán vélekedésével, Suborics Péter egyenlően. Most nagyon közel van. Nyilvánosan közel van Suborics Péter. Azt a minden segítette ki. Csak hogy minden létező pontot lezár a pályán, ahol előzött útnak. Suborics, mondjál, hogy tudja arra, hogy fejjel fel Gájáról szemben. Én a társányom. Na, itt történik, most jó. Akkor figyeljük Nagy Dávidot, azt a mindenségét, Nagy Dávid kívülről lépett volna, viszont nem sikerül még egyelőre megelőzni a Gáját, de az egyenesben nagyon közel lesz. Félszemmel figyelem a téren, hogy mi történik, de nem lesz előzés, minden bizonnyal, csak nem hibázik Csuti. Ugye nézzük Nagy Dávidot. Megjön Szűcs Máté is háttérben. Kérem, nem történik változás. Nézzük, hogy itt ki fog előzni. Azt a mindenét, Szűcs! Nem számított rá, hogy Nagy Dávid nem tudja megelőzni Gáját, hogy átdúlott az ide kapálta ellenfelét. A Nagy Dávid így is ott van Gáján mellett. Gáján azonban nem hagyja magát, Szűcs Máté pedig inkább Nagy Dávid mögött megy. Gáján visszajön Szűcs elé, viszont Nagy Dávid már egy kérdéses lesz szerintem. Nagy Dávid megelőzi Gájánval is. Nagy Dávid szerint a harmadik helyre Gáján, a negyedik helyre csúszik vissza ezzel. Hogy Szűcs Máté jön az ötödik helyen, három mondjuk egymás mellett, Gáján jön például a legrosszabbul. Most túl lesz belső ügyre, és pedig megcsúszik. Téktalan Gáján pedig kilöki Nagy Dávidot. Nagy Dávid fölözve a pályán a hatodik helyen. Hogy figyelj, Szűcsöt és Gáján összeérnek, hogy Szűcs jövök a Gáján ötényszerű külön, szóval Nagy Dávidot megelőzik. És már változott a többében, csak a Suborics sorrendben. Tudjuk itt állni, egy hármasan. Kis Máté-ben, Gáján-ban, Néve harmadik helyen. De nem már Gáján jön, későjében. Úgyhogy nagy érdekes lesz megvárni a hivatalos végeredményt is. Nem most a közvetítésben, hanem majd utólag, ha kivizsgálják ezeket a ügyeket. De egyelőre foglalkozunk a versennyel, ne pedig a pályán kívüli történésekkel majd. Holnár jön Kulcs mögé, azt a mindenit! Nem volt fejdomé!
eléggé elhelyezőjelenem szerint, bár gondolom, hogy ezzel jobban el lehet ítélni. Négy is megelőzte Switch Market. Élen pedig Sugarics és Csuti továbbra is küzdenek, és Sugarics most már nagyon agresszívan támad. Sugarics úgy tűnik, hogy elhatározta magát, hogy most már valamit lépni kellett, és 7 perccel durván a verseny végén jött. Mivelre kéne inni ezt a játékot Csutival szemben. És a Csuti Zoltán szerint egy óriási kicsiadat érdemel már most is, hiszen mindenki megelőzte Sugaricsot, rendesen védekezik. Tényleg, ezt mondtam, hogy teljesít a verseny hétvégén Csuti Zoltán. Ezt mondtam, hogy védekezik. Sugarics kicsit le is marad. Most van a szél árnyék. Megpróbálom a Sugarics, de el tudom képzelni ezt is, hogy utolsóként együtt érdemel, hogy megpróbálják. És akkor már van, de először együtt most, hogy utolsóként. Nem jó. Nem jó. Most jó. Most jó. Most jó, szuper. Na! Mert változatlan a helyzet. Úgy közben felért Gályár mögé. Foglalkozunk ezzel az első kettessel. Az a vicc egyébként a dologból, hogy mozdulatlanul ülök, tehát megpróbálok tényleg mindent, hogy jó legyen a mikrofon. Ne, ez csak a mikrofon miért van, nem tudom. Miért halkul el, vagy miért mélyedik mennyire. Tehát amint visszavallom magam után, na jó. Itt meg mindig nem tud mit kezdeni Sugarics Péter. Az egyenesben van esélye egyébként, hogyha közel tud maradni. Most elég közel van szerintem. A szélárnyék most elég szépen be fogja húzni, és már a célvonalnál ott lesz mögötte. Ami Csuti mögött Sugarics. Itt még nem próbálkozik Sugarics Péter, inkább próbál egy jó kigyorsítást venni. Nagyon nehéz megelőzni Csutit ezen a pályán. Na, Sugarics! Itt még csak nézelődik. Mondjál, pedig megérkezik a hatodik helyen Gályár Balázsra, és meg is előzi nagyon agresszívan Dávid Balázst, és még Szűcs Máté mellé is odaér, és kettőt előz egyszerre Nagy Dávid a negyedik. De vissza az első helyre, nagyon szépen előzött Nagy Dávid a kettőt is. De az élem az első helyet fölött csak, ami mindig nincs lejátszva. Szóval is nem adja föl, ember legyen a talpának ilyen körülmények között. Állja a sarat, és Csuki egyelőre állja. Sugarics alatt megindult az autó elég veszélyesen. Megfogja. 3,5 perc. Ennyi ideje van Sugarics Péternek arra, hogy valamit kezdjen Zoltánnak. Ezt a kapcsoljunk a hatodik helyre. Ajaj, ott egy lekörözött, nem volt le. Gályár előző Szűcsöt. Gályár belsőre egy pozíciót. Amit ő lesz majd belsőjében. Egy Szűcs kifékezi, úgy tűnik, nem Gályár visszajön. Ott már miért kell adni a Szűcsnek, és egy Szűcs visszajön, és megjelenzi Gályát. Szűcs az ötödik, Gályára hatodik. Visszatjuk őket, mert Sugarics minimálisan lemaradt. Gályár most jön vissza, tempóból.
nem tudom, hogy szűz látnak, hogy rúgoljak vissza csökkéletnek. Messzorban szobor és Dobby, nem már a semmitől sem jó. Nyilván hátra még talán egy második versenyből. Mindjárt nem kapjuk a vinni az egész bizonyítól, de valóban akkor csak az abban most tudott meg a verseny leggyorsabb körét. És akkor saját leggyorsabb körét, bocsánat. Szóval is elkészül nagyon az az autó. Kérdezik a szoborús hatodik helyen felé hagyott időben tanára egy gyárára szűk látogatott. Nyilván visszajött, most itt a kék állam. Nem le. Azok nagyon kapta. Még nem jön. Na, és most? Most jó elvileg. Most jó elvileg. Mhm, jó. Nagyszerű. Az utolsó kört kezdte meg Csuki Zoltán ebben a pillanatban. Nézzük, hogy Suborics most eléggé közel van hozzá. És most már valahol meg kell próbálni a Suboricsnak, ha egy napot föltesz mindent. És Suborics belülre teszi az autóját! Suborics például megpróbálja azt, ami nem sikerült neki, az 10 körön keresztül. Alapfordul Csuki Zoltánnak, egész végig etetett Suborics! Suborics átviszi a vezetést, viszont Csuki most visszajöhet. Nagyon hibátlálva, hogy Csuki Zoltán vénekezésből támadásra. Hát gondolja maradt már csak neki is. Kicsit eltolja a Suboricsot, ez egy túlautós nyomor van nyilván, nem biztos a legszorolósabb. Hát, hogy kötveztem a fél, szerintem ezzel is van, mindegy, és egy köszönöm az előre. Hát már csak két gondolja maradt arra, hogy visszajön az esélyét, és csak az volt, hogy visszajöhet. Egymás mellett a két autó kettő felér van hátra. Ezt egyébként lehetezett olyan, hogy kinek hogy sikerült Csuki, vagy Suborics. Tehát az volt egy első, minden bizonyított. Az Csuki Zoltán megérni a futamonyat. Csuki Zoltán később, és újra csinálni is egy. Nagy Dávid! Nagy Dávid lesz a harmadik. Gáján pedig Csücs mellett! Szűcs vagy Gáyer, hogy iszki Gáyer Balázs lesz a tetején! Így van! Molnár Daniel negyedik, Gáyer lett végül az ötödik. Ez nagyon kellett neki, Szűcs Mátéval parádé sok csapástok. Lányi Tamás a hetedik, Goldi Károly a nyolcadik helyig jött felére. Goldi és Szűcs parádés felzárkózást kutatta, a 20. hely környékéről Goldi és Szűcs is. Hetedik, illetve nyolcadik helyre jött fel. Milyen befutókkal produkáltak itt a srácok az első futamban is illették ezt a másodikban. Tudjanak, hogy tanulnak egy pára. 5-9-11-ig most 5 millió megint. Nagyon jó. Na megint nem jó. Most jó. Most jó. Hát Ádám, lehet, hogy beszélnek kéne folyamatosan, és akkor jó lehet. Na csak miről? Hát igen, mondjál vicceket mondjuk. Na tehát! Komolyra fordítva a szót, két tizedre volt Suborics Péter a győzelemtől, de végül Csuti Zoltán nyerte meg a második versenyt Suborics Péter előtt. Ugyanez a befutó volt az elsőn is, ha jól emlékszem. Nagy Dávid lett a harmadik itt most, Molnár Dániel ugyan negyedik, Gáyer lett az ötödik.
és most már lépkednek le a srácok. Nos, és hát akkor ez lett volna a VSR Formula Masters háromai közvetítése. Következő verseny hétvége majd jövő héten a Seat León Eurocup valenciai fordulója lesz, a spanyol kör utolsó állomása. Abban a szériában március 18-án pedig majd a Formula Masters-esek érkeznek Valenciába. Sajnálom, Ádám, a technikát, hogy tönkrement. Minden esetre köszönöm a közreműködést és a segítséget itt a hangmérnöki poszton. A versenyzők nyilatkozatait a www.vsr.hu oldalán lévő fórumból tudjátok majd meg. Fáj Antalnak köszönöm az operatőri munkát és a segítséget, én Dani Bálint voltam, tartsatok velünk jövő héten is, és azután is olvassátok a formula.hu-t, illetve a vsr.hu-t. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok, jöjj!